you ready? Да, спасибо. Да, спасибо. You're a stupid girl, such a dick. Shut the fuck up. Stop being a fucking girl. Shut the fuck up. You're a stupid girl, such a dick. Fölrakjuk nagyba a gépre, de előbb hozok egy jó sört. Apának is egy jót. Egy jó sört hozok. Egy jót. Da, tessék. Ez Robie. Szibá. De mi? Te kopogtál az előbb? Milyen ófasz volt? Én kopogtam volna. Én nem kopogtam. Áj, beszélni. Rossz emlékeim vannak erről. Ki az? Privet, moi druzie! Hiányoztam, igaz? Baszd meg, persze, mint szar a zsebből. Már megint mit akarsz? Nem volt elég a múltkori? Nektek biztos önnönt így. Te meg rakjad el azt a stukkert, különben nem lesz jó vége. Úgy, okos gyerek. Suka, blíjegy! Fuck. Yes, boss, please. Don't fuck me, please. Kamera is van, nagyszerű, legalább felvehetjük szenvedésedet. Jól van, jól van. Na, akkor pedig jól be van szokás szerint, kötözd meg barátodat székhez. Ó, bassz meg. Hogy bassza meg a retkes ló, hogy már megint ezt kell csinálni. Pedig most legalább te kötözöl meg a barom idióta. Jó, még éppen tudok játszani így. Zseniális. Kurva jó. Aj, már megint nem hiszem el, mit akarsz ezúttal? Te a Patriotra is azt hitted, hogy meg fog szivatni, ezt a végül olyan rövid volt, hogy nem is volt idő felidegesíteni magam rajta. Na csak várd ki végét! Sziatoszlav! Prikódjat, pozsaszta! Privjet! Mennyi az a vúd Sziatoszlav Gurjev? Na ne! Honnan szedted ezt a figurát? Milyen Balázs Fali? Honnan szedted tényleg? Maja igra, zastavit va stradat. Na, én mondtam, hogy így kell ezt csinálni, nem? Bár én hagymát is tennék bele. Ja, hogy nem receptet mesélt. Óóóó! Hogy létsz ennyire műveletlen? Azt mondta, hogy játékától szenvedni fogtok, idióták! Manapság már mindenki tud játékot programozni. Pontosabb! Én nem csak Oroszország legnagyobb művésze, hanem szupererős is! Én Gulman, műalkotások védelmezője! Ez pedig itt játéka! Gulman! Add oda neki! Na kezdjél neki, gyerek! Szóval akkor Gulman, azaz Raiders of the Lost Art, magyarán az elveszett műtárgyak fosztogatói. Nézzük, mit mond róla a hivatalos honlap. Szuper játék! Újdonság a játékok világában. Hát, képzelem. Azt mondja, hogy Gulmannek a híres és félelmet nem ismerő hősnek át kell küzdenie magát 9 pályán, 8 országon át, hogy a végére járjon az ellopott ősi műtárgyak ügyének, és legyőzze a gonosz főellenfelet. Fú, milyen eredeti. A játékban több mint 25 különböző ellenfelet láthat, zárójelben egyedi animációk. Super mesterséges intelligencia, 5 különböző fegyver, zárójelben nagyszerű lövés effektek. És direkt a játékhoz írt gyönyörű zene. Juss el a játék végére, fedezd fel a meglepetést, te és a gyereked
nem fogjátok megbánni. What? Mindegy, én már most megbántam ezt az egészet, de nincs sok választásom, úgyhogy indítsuk el. Oh, szükséges fájl nem található. Meg vagyok mentve. Na Boriszkám, ezt beszoptad. Annyira fos a játék, hogy el sem indul ezen a képen. Na, gyerünk, húzatok haza megint. Lassan a testtől, barátom. Nem a játékkal van baj, hanem hülye gépeddel. Szaros kapitalista masina nem ismeri fel círjöbetűs fájl neveket. Nagyszerű Einsteinov, de mint mondtam, ezt megszívtátok, pápá. Még mindig nem fogta fel, hogy valójában ő szívta meg. Állítsad a területi beállításokban masinad alapnyelvét oroszra. Az a System Local. Úgy, na most próbáld meg. Hey, mit akarsz ezzel a kamerával? Ezzel akarod felvenni az egészet? Nem tud használni a Frapset, vagy mi? Ó, dehogy nem, kis barátom. De kapitalista felvevő programok gyengítik játék élményt. Majd rájössz, mire gondolok. Na, rohadt életbe. Szóval Gullman visszarepít minket az 1995-ös évben menü grafikáját illetően. Na, itt vannak a készítők. Ezt a csodás produktumot a már említett Sziatoszláv Gujev művész és egy Dimitri Majuev nevű programozó rakta össze. Na, de hogy lehet innen visszalépni a... Escape gomb? What? Hiba üzenet? De mi a jó Isten zajlik itt? Jézus! Fú, na ez jól kezdődik. A történetből hál' Istennek egy büdös szót sem értek, de nagyjából arra tudok következtetni, hogy egy csapat sorra ellopott egy rakás műtárgyat, szobrot, monalizát, stb. És Gullman vissza akarja szerezni az egészet, és az elején valamilyen lepecsételt levelet kell megtalálnunk. Nézzük akkor. Mi ez az idegrángás itt az elején? Fú, de bizarr. És ez nem egyszer vagy kétszer fordul elő, minden egyes pályán ez van. Szóval ő itt Gullman. De csúnya. Az a baj, hogy szerintem ezt a karakter saját magáról mintázta a művész úr. Na de van nekünk egy másik karakterünk is bizonyám, az F2-vel válthatunk rá. Hoppácska. Ő itt már nem Gullman, hanem Gull Mónika. Nem én találtam ki, tényleg így hívják. Itt van a neve. Ami poén vele, hogy ő konkrétan később az egyik ellenfél lesz, és futás közben gyakran eltűnik deréktól lefelé. Úgyhogy szerintem ennyi elég is lesz belőle. Szóval Gullmannel egy tengerparton vagyunk, ahol ezt a levelet kéne megtalálni, és már jönnek is az ellenfelek, ilyen bizarr orosz jakuzák, meg village people tagok, és ha, milyen szaltokat ugranak, mikor meghalnak, tök bókás. Ami baromi kényelmetlen az az, hogy a lövéshez kicsit nyomva kell tartani az egérgombot, különben nem lő. Nem mint a túl hatékony lenne az első két fegyver, szóval van ez az alappisztoly, meg van egy géppuska, aztán van gránát is, ami meglepő módon már inkább hatásosabb, de aztán itt van a negyedik egyben utolsó fegyverünk, ami egy rozsdás Star Trek Enterprise hajó, vagy ha már itt tartunk, egy Ferengi Marauder, de mit tudom, én nem is szeretem a Star Trek-et, ezt is Wikipédiáról néztem. Lényeg, hogy ez a fegyver szintén hatásos, de elég korlátozott hozzá a lőszer. Ez mondjuk egy kicsit bajos a játék során, hogy csak az első két fegyverre szállható lőszer a pályákon elszórva, ami még nem is lenne nagy baj, hogyha érnének valamit egyáltalán, de legtöbbször ez van, hát nézzétek meg, konkrétan gond nélkül áthalad az ellenfél a lövést. Mi a jó Isten zajlik itt? Hogy lehetséges ez? Hogy lehet így kiadni egy játékot, és akármelyik testrészét lőheted, nem fogja érdekelni. Nagyon ritkán a fejére vagy a feje fölé, értitek, a feje fölé leadott lövésektől meghalnak. Hát kész, tényleg, a francba miért remegnek az ujjaim ettől? Ha-ha-ha-ha! Úgy látom, a végén még beválik a termék, ugye, Szatoszláv? Na, maradjál csendben, Boris, a Patriotot is végigvittem, ezt a kis szart meg még inkább végigfogom. Szóval az első két fegyverhez van lőszer a pályákon, ezen kívül van még medikit, illetve pénz, ezeket mind az E-gombbal vehetjük fel, és a pénz nagyban megkönnyíti majd a dolgunkat. Ugyanis minden pályán van egy vagy több ilyen piros telefonfülke, what the fuck, amit ha használunk, valamilyen bizarrokból egy kereskedőhöz kerülünk, ahol gránátot vehetünk, meg lőszert a Star Trek hajópuskához. De elég drágán adja ez a szenilis gyökér a lőszert, úgyhogy gyűjtögessetek, mielőtt idejöttök hozzá. De annál is inkább, mert összesen egyszer lehet aktiválni egy ilyen úgymond boltot. Még csak azt sem tudatja veletek a játék, hogy mennyibe kerül egy gránát vagy lőszer, úgyhogy tippelj, hogy van-e nálad elég pénz, jaj, nincsen, akkor még gyűjtögetsz és visszamennél, de nem lehet, úgyhogy köszönöm, kösz szépen, a rohadt mindenit már, most már a másik kezem is remegettől, de nem szoktam ilyen hamar és ennyire fölkúrni magamat játékokon, mi a jó Isten van? Miután kinyírtunk mindenkit, itt meg is találjuk a levelet, és most mi is történik éppen, hova kéne menni?
lehet, hogy erre be a vízbe, vissza, hazaúszunk. Valamilyen jó kis programozás ez. Hát akkor szerintem kezdhetjük újból. Szóval, mint kiderült, amint felvettük a levelet, a program nagyon diszkréten jelzi a pálya végét. Igen, egy nagy ocsmány pörgő zöld exit piramissal. Milyen diszkrét. A második pálya valami rózsadombi villa környékén játszódik, ahol pálmafák is vannak, és valami bombát kell megkeresnünk, és Gulman pálmafákra ugrál fel lőszerért és medikitért, kitart lőszert pálmafán. És miért kell platform elemeket erőltetni egy ilyen játékba? Miért kell ezzel játszanom? Most már a szemem alatt is ráng egy ideg, nem lesz ennek jó vége. Haladjunk inkább. A harmadik pálya tovább szivat az ugrálással, hülye ókori romok között kell ugrálni, mert hova máshova rejtenének egy műtárgyat, mint egy ilyen templomszerűség tetejére. Na de itt is itt az exit, ho-ho-ho, hány pálya is van? Azt 8 vagy mennyit mondtam? Mindegy, akkor már az egyharmadán túl vagyok, gyerünk, meg lesz ez, csináljuk, mert nem sokáig bírom. A negyedik pálya valami faluban játszódik, és itt is egy háztetejére rejtették a festményt. Gratulálok, nézzétek meg, milyen lehetetlen szögben áll ez a deszka, és ez még fel is tudsz mászni. A pálya végén meg ellenfelek dömpingje, de nem érdekes, ott az exit, ez az haladás, progresszió. Az ötödik pályán Indiába kerülünk, és várj, kitalálom. Az egyik ilyen hagymakupola tetején lesz ez a műkincs, igaz? Hát, nézd a mestert. De hát mondjuk odáig el is kéne jutni, és az... What? De a... Fuck? Ez... Mi a megfeketedett zsíros bajszú, jól fésült, mocskos Mari néni ez úgy őszintén? Nem tudok sem mozogni, folyamatosan egy helyben zuhanok, és az összes létező ellenfél körém csoportosul így mágnesként vonzom őket, és... lelövöm őket, még több jön! És mindenki szaltózik, rengeteg pénz a földön, és utána csak nihil. Csak üresség, és csak zuhanok tovább. Mi a... Basz, most már a lábam is rángatódzik. Kiváló, muszáj befejezni, minél hamarabb. Még szerencse egyébként, hogy a főmenüből egyből elérhető az összes pálya, ez volt az ötödik pálya, akkor most jön a hatodik, Notre Dame, Párizs, labirintus, itt ki kéne cselezni valahogy. De nem, megint mágnes vagyok, és zuhanok, és szaltóznak, és nihil, és üresség, és szaltóznak, és pénz, és szedd össze magad, gyerünk. Hetedik pálya, ősi indián romok, indián falu, ez egy csapda, itt félrevezetnek, érzem, átlátok rajtatok. Piramis mélyén lesz a titok, érzem, itt van hátsó bejárat, folyosó, ez az. Nyolcadik pálya, vöröstér, miért ilyen ronda? Ezt nem az Asterix és Obelixből vették át, kétdés, undorító ocsmányságot, itt egy kicsit fönn a toronyban. A másik az épület alatt, sikerült, megcsináltam, sikerült, se hiszem, hogy sikerült. Nem akarok beleszólni, de 9 pálya van játékban. De csak 8-at mutat, hadd tudja már jobban, 8-at mutat a menü. Nem, barátom, a 8. pálya vége után jön a végső 9-es. Fő ellenféllel! Ha, nem igaz. Muszáj. Befejeznem. Repülőtér. Sok lőszer, ez az... Vaj, több fő ellenfél. Még több műkincs. Háború van. De ott a repülő. Ott a repülő. Sikerült! Nem hiszem el. Vége. Túléltem. Sikerült. És most jön a beígért meglepetés. Csak valami jó legyen. Ne, kezdődik újra. Kezdődik előről, nincs vége. Egy ördögi körbe kerültem. Nem, kérlek, ne, nem lehet igaz. Nem győzhetsz le. Nem, te hülye, nem, elég. Kapcsoljátok ki. Na, ezt nevezem én sikernek. Sziatoszlán, gratulálok. Ünnepeljük meg győzelmünket. 2 teraszta. Pár órán belül itt vagyunk. Biztonság kedvéért elviszem lakáskulcsot. Maradjatok itt szépen.
Jó vagyok. Szerintem a hallgatót a kárba érettek. Na jó, tennem kell valamit. Soha nem gondoltam volna, hogy ezt kell tennem. Minden beszélj, vagy választásom. Ne haragudj. Sziasztok, ez tőled a VR! Na végre, ideje volt már. Das passiva. A fejem... az érzékszervei... az életem! Oh. Szerintem le kéne lépni. Nem tudunk, hát elvitték a kulcsot, csak pár óránk van hátra. De miért? Remélem... az mi? Tied a laptop? Nem, ez Boris hagyta itt, ez ilyen KGB technológia. Sputnik videókártya. Sputnica. Mesélj már bele, be tud kapcsolni. Kérem jelszó, kartárs. Bassza meg a ló! Jelszó, helytelen. Két próbálkozás maradt, utána felrobbanok. Ha, ó, ez remek. Hangaktiválású jelszóval van védve az egész. Mi a pöcsöm lehet a jelszó? Próbáld meg, hogy I love Lenin. I love Lenin. Jelszó helytelen. Egy próbálkozás maradt. Forrósodik helyzet. Ha. Kérem jelszót, kártás. Mi a pöcs lehet a jelszó? Kor. Társ. Kor. Társ. Iskrušenje kak vsegda. Killa. Jelszó, kéves kapitalista. Mi van ott? Na nézzük csak, mi van így. Igen, projektek. Ott a Patriot. Állapot kudarc. Oh, de még mekkora kudarc volt ez. Mindig emlékszem rá. Itt a Gulman is. Mélyebbre kell mennünk. Mi a... ne! Ne! Ez hogy... hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges ez? Muszáj megtennünk. De... Gulman 2? Azt... azt nem fogom túlélni. Ezt is alig. Muszáj megtennünk, mielőtt visszaérnek. Gondolj bele. Fegyverrel a fejednek akarsz meghalni. Vagy a Gulman 2 miatt. De most önszántamból? Ennyire mazoista lennék? Ennyire elkötelezett mazoista hívva a régi szarjátékoknak? Meg kell tenni. Már másolom át a wifi-re. Már a levegőben van. Már megfertőztem vele mindent. És ott van a ház összes gépén. Készen állsz rá? Nem.